Nézzük meg, hogy hogyan inzultálta egy volt jobbikos politikus a stábunkat. Mit szeretne mondani nekünk? Semmit. Nektek? Mindenki. Nagyjából semmit. De akkor miért keresett minket? Nem kerestelek. Imént kérdezte, hol van a Pesti TV? Mit képzeltek magatokról? Azt, hogy tévék vagyunk. Mit képzeltek magatokról? Meg akar verni. Miért? Miért ilyen agresszív? Fenyegetnek. Maga hülye? Nem, én nem vagyok, és... Lehetséges! Édes Istenem, ne haragudj! Nem haragszom. Idiótákkal nem vitatkozom. Köszönöm. Akkor viszontlátásra. Tartom magam ehhez. Sziasztok! És ahogy említettem, itt ül már velem szemben Lantos János, országgyűlési képviselőjelölt, a Mi Hazánk mozgalomtól. Szervusz, jó estét! Szervusz, jó estét, és üdvözlöm a kedves nézőket! Hát elég komoly felvételeket láttunk, ez a Pride-on készült most az elmúlt napokban, ahol kollégánkat, Varga Ádámot inzultálta egy jobbikos politikus. Mit gondolsz a látottakról, hogyan fér össze a Jobbik korábbi mentalitása ezzel, amit mondjuk most láthatunk? Hát röviden sehogy. Az illető idézőjelben úriember, aki itt az előző felvételeken szerepelt, tudomásom szerint korábban volt a Jobbiknak tagja, hogy most a politikához hogy áll, vagy hogy nem áll, azt nem tudom, bevallom őszintén. Ilyen szinten azért nem követem az ő pályafutását, de hogyha már a Pride-nál és a Jobbiknál tartunk, akkor óhatatlanul az ember ajkára tolul. A másik jobbikos, aki viszont aktív jobbikos politikus, Soroksári önkormányzati képviselő, hogyha jól tudom, aki viszont politikusi minőségében jelent meg a Pride-on, mégpedig Niedermüller Péter társaságában. Hát ugye Niedermüller Pétert nem kell bemutatni, hogy milyen egy magyar és keresztény ellenes politikusról van szó. Illetőleg, ami számomra furcsa volt, és némileg diszonáns érzéseket keltett, hogy voltak jobbikos, jelenlegi jobbikos politikusok vagy tagok, akik felháborodtak azon, hogy egyik társuk a Pride-on Niedermüller Péter mellett sétált és vitt valamiféle molinót. Tehát nem igazából értem a felháborodást, tehát nem értem azt, hogy mit vártak. Tehát a Jobbik, amikor már Gyurcsány Ferenccel összeállt, teljes mértékben determinálva volt, hogy ilyenek meg fognak történni, és én azt gondolom egyébként, ha még 2022 nyarán beszélhetünk olyan politikai formációról, hogy Jobbik, akkor akár Jakab Pétert is elképzelhetjük a Pride-on, tehát, de úgy tűnik, el kell mondani ezer egyszer is, hogy a Jobbik már semmilyen módon nem emlékeztet arra a pártra, amelynek alapító okiratában egyébként, hogyha valaki felmegy a Jobbiknak a honlapjára, a mai napig ott van, hogy az antikommunista hitvallást, tehát hogy a kommunista utott pártokat és a liberális politikai erőket ki akarják szorítani a közéletből, ehhez képest azt látjuk, hogy ők akarják visszasegíteni ezeket a nemzetellenes erőket a hatalomba. Igen, hogyha jól emlékszünk rá, akkor azért néhány évvel ezelőtt még be is akarták tiltani a Pride-ot, és elég erős megmozdulások voltak ez ellen, és ezzel szemben Berecki Miklós az Indexnek adott egy interjút, én abból szemezgettem egy kicsit, azt mondja, hogy már nem tartja deviánsoknak a homoszexuálisokat, hanem normálisnak fogadja el őket, és szerintem most már a Pride sokkal emberibb lett, és emberközpontúbb, mint amilyen régebben volt. De hogyan látod ezt? Hát szerintem, és a Mi Hazánk szerint egy csepet sem változott, és az, hogy ő hogyan látja, az vajmi keveset befolyásol azon, hogy mi az objektív igazság, tehát ez egy deviáns propaganda rendezvény, és hogyha már a betiltásánál járunk, azzal egyébként a Mi Hazánk mozgalom egyetért, és a jelenlegi kormányzat irányába is van a Mi Hazánk mozgalomnak kritikája, mégpedig komoly kritikája, hogy meglennének azok a jogi eszközök szerintünk, ami alapján ezt a rendezvényt a jelenlegi jogszabályok alapján hangsúlyozom, vagy akár az új pedofil törvény, amihez ugye hozzácsapták nagyon helyesen egyébként azt is, hogy az LMBTQ propagandát tiltsák az iskolákból, tehát hogy ezek alapján lenne jogi lehetőség arra, hogy ne lehessen megtartani ezt a felháborító rendezvényt. Tehát ezt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy a Mi Hazánk mozgalom ebben is egy harmadik utat képvisel. Hát az, hogy visszatérve az eredeti kérdésedre, a jobbikosok most hogy állnak ehhez, hogy mondjam, tehát az ember, vagy legalábbis én, mindig egyfajta
ilyen kétségek között törlődik, hogyha a Jobbikról kérdezik, hogy most akkor milyen tónusban beszéljen róla, tehát magyarán sírjon-e vagy nevessen. E kettő között ingadozik az ember, egyiket se fogom itt most a stúdióban csinálni, csak még egyszer leszögezem, hogy a Jobbik mára egy baloldali, de lehet azt mondani, hogy szélső baloldali párttá vált, amely egy-két morzsát szeretne még a nagy baloldali összefogásból elcsípni. Kétségeim vannak egyébként, hogy ez sikerül-e. Igen, azért még mindenféleképp érdemes megjegyezni itt a témánál azt, hogy a Jobbik is megszavazta azt a gyermekvédelmi törvényt, amit nem olyan régen fogadott el a parlament. Mégis mellette azt láthatjuk, hogy ilyen megmozdulásokban igen, részt vesz, mint hogyha lenne egy ilyen összeférhetetlenség a fejükben, és kicsit itt is szeretnének lenni, vagy ott is, vagy te ezt hogyan látod? Elvekről már ugye semmi esetre sem beszélhetünk a Jobbik esetében. Véleményem szerint egyébként arról van szó, hogy azért szavazták meg, mert valamiféle remény azért még él bennük, hogy esetleg a ő általuk vidéki, konzervatívabbnak tartott választó rétegeknek ez egyfajta üzenetül szolgálhat, és ezért szavazták meg, de meglátásom szerint ez nagyon gyenge, tehát ezt senki nem fogadja el hiteles döntésnek, tehát ez biztos, hogy nem elvi alapú döntés volt. A Jobbik egyébként sem tud viselkedni már sehol, és most nézzük meg, hogy Jakab Péter mit produkált a legutóbb. Én nem vagyok 30 év országgyűlési képviselő, 3 éve vagyok itt. De ennyi idő is épp elég volt ahhoz, hogy megtanuljam. Amikor hazugokkal áll szemben, az igazság az egyetlen fegyvered. Számomra egyetlen egy mérce létezik, és ez nem Kövér László meg a házszabály, hanem az igazságérzetem. Ami nagyon sok tisztességes magyar ember igazságérzete ebben az országban. Úgyhogy igenis ragaszkodom ahhoz, hogy kimondjam azt, kimondhassam azt, amit a választóim is kimondanak egymás között a boltban, a piacon, a buszpályaudvaron. Kimondjam azt, hogy elég volt. Elég volt abból, hogy önök megalázzák, kihasználják, kisemmizik a magyarokat. Elég volt abból, hogy önök úgy kezelik ezt az országot, mintha a saját birtokuk lenne. Elég volt abból, hogy önök ahelyett, hogy kormányoznának, más sem tesznek, mint lopnak, meg gyűlölködnek. Ezt a plakátarcot egyébként az elmúlt időszakban nagyon sokan láthattuk, vagy nagyon sokszor láthattuk már a Facebookon különböző DK-s politikusok igen, mögé beállva. Igen. Mit gondolsz erről, hogy a leginkább a DK és a Jobbik fonódik össze ebben az előválasztási kampányban, mint hogyha ezt láthatnánk, hogy ők értek egymáshoz a legközelebb? Hát elég sokan látják így, hogy ők értek egymáshoz a legközelebb, ez igencsak egy... Hát újból is szegénységi bizonyítványa a Jobbiknak, és főleg Jakab Péternek. Erre a videó bejátszására egy nagyon rövid gondolat erejéig szeretnék reagálni. Tehát az látható, hogy Jakab Péter a kommunikációját arra építi fel, hogy ő képviseli az úgynevezett kisembert, ahogy ő mondja a melósokat, és azt is láthatjuk, hogy mi van akkor, hogyha élőben találkozik egyel, tehát fenyegeti, és fel akarja jelenteni. Azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, és hogyha még belefér az időnkbe, annyit szeretnék elmondani, hogy például a Mi Hazánk mozgalmon belül létezik egy munkaügyi kabinet, amelynek én vagyok az elnöke, tehát pont, hogy a munkavállalói érdekképviseletet próbáljuk megragadni, de nem úgy, ahogy Jakab Péter, hanem a Mi Hazánk mozgalomnak van egy organikus társadalom képe, ahol minden társadalmi rétegnek megvan a maga hivatása, és nem szeretnénk egyfajta ilyen kommunista retorikát megvalósítani, egy ilyen osztályharcot, mint Jakab Péter, aki nem csinál mást egyébként, tehát semmiféle szakmaiság nincs az ő megszólalásaiban, egyfajta proletár irítséget akar gerjeszteni. Erre még ugye Vona Gábor is azt mondta, hogy lehet, hogy rövid távon kifizetődő, de hosszú távon semmi. Tehát az a Vona Gábor, akiről szintén megvan a véleményünk. Ugye te országgyűlési képviselő jelöltje leszel a Mi Hazánk mozgalomnak. Találkozol választókkal és szavazókkal. Mit tapasztalsz? A régi Jobbik szavazók hogyan fogadják ezt, ami éppen mozzajlik a politikai életben? Milyen visszajelzések vannak? Én azt látom egyébként, hogy nagyon sok olyan választópolgár, aki nem foglalkozik napi szinten a politikával, csak mondjuk 4 évente aktivizálja magát, és mindig a Jobbikra szavazott, talán 2018-ban már nagyon rossz ízzel, vagy nem is szavazott rá, inkább távol maradt, azok számára egyfajta döbbenetes felismerés volt az elmúlt hónapokban, amikor kvázi hivatalosan is bejelentették, hogy Gyurcsány Ferenc mögé fog beállni az egykori Nemzeti Radikális Párt, és ezzel
Párhuzamosan tapasztalunk egyébként visszajelzéseket, hogy na most már ez volt az utolsó csepp a pohárban, titeket, tehát a Mi Hazánk mozgalmat fogják támogatni. Ez nem is légből kapott megállapítás, mert olvastam egy olyan felmérést, ahol a másodlagos pártpreferenciákat vizsgálták, és még mintegy 50 kötőjel 100 ezer olyan jobbikos szavazó volt, akinek a másodlagos pártpreferenciája a Mi Hazánk mozgalom. Ez a felmérés még azelőtt készült, hogy végérvényesen beálltak volna a balliberális tömb és Gyurcsány Ferenc mögé. Hát várható, hogy ez az 50-100 ezer ember szépen lassan át fog vándorolni a Mi Hazánk mozgalomhoz, és a Jobbiknak egyetlen egy olyan szavazója nem marad, aki bármiféle nemzeti érzülettől vezérelve szavazna rájuk. Ugye most érintettük már a Pride-ot, a Jobbikot, Jakab Péteréket. Egy kicsit kanyarodjunk vissza ugyanígy az LMBTQ propaganda irányába. Ugye ez most egy nagyon aktuális téma a gyermekvédelmi törvény miatt is. Hogyan látod, mennyire prioritás most ezzel foglalkozni? Abszolút prioritás ezzel foglalkozni. Azonban ebben is egy kicsit külön utas a Mi Hazánk mozgalom, ha úgy tetszik, harmadik utas, ugyanis mi nem elsősorban beszélni szeretnénk erről, hanem megoldani ezt a problémát. Tehát nem elsősorban annak lennénk a híve, hogy a kommunikációs térben egyfajta állóháború folyék, hanem a rendelkezésre álló jogi eszközökkel, amit itt a beszélgetés elején is említettem, ahhozokhoz nyúljunk, és minden lehetséges eszközzel szorítsuk ki a közéletből ezt a beteges sátáni ideológiát, és ne engedjük a gyermekeink közelébe. Tehát felől nincsen vita, hogy ez nagyon fontos kérdés, és nem tudja Magyarország kivonni sajnos magát azok alól a tendenciák alól, ami világszerte tapasztalható, de ugye főként Nyugat-Európában, és az már megint csak egy hosszúra nyúló és más témájú beszélgetés lehetne, hogy 2022 után, hogyha a balliberális tömb alakíthatna kormányt, akkor gőzerővel bevezetnék ezt a sátáni ideológiát, de akár az utcán, akár a szavazófülkében, akár bármelyik fronton a Mi Hazánk mozgalom azon lesz, hogy ezt megakadályozza. Igen, már csak nagyon rövid időnk van, de például a Momentum mozgalomnak az egyik kiemelt célja pont az, hogy már a legkisebb korba is bevezessék ezeket az érzékenyítéseket. Nem véletlen. Tehát, hogyha itt nemzetközi kontextusról beszéltem az előbb, akkor azt tudni kell, hogy a Momentum az egy nemzetközi hálózatnak a magyarországi, úgymond leányvállalata. Komoly nemzetközi pénzemberek, például a Rothschild bankház, Emmanuel Macron, tehát ilyen figurák állnak a Momentum mögött, nekik semmiféle kötődésük nincs ehhez a földhöz. Tehát ők egy politikai vállalkozást akarnak itt Magyarországon megvalósítani, de nem magyar pártról beszélhetünk, csupán magyarországi pártról, és ez egy nagy különbség. Végére értünk a beszélgetésünknek, Lantos Jánosnak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk erről.